A folytatásban maradunk a koronavírus járvány és a védőoltás témakörénél. Lengyelországban is gyárthatják a Novavax amerikai vállalat koronavírus elleni vakcináját. A technológia átadásról és a lengyelországi teszt sorozatról szóló szerződést már alá is írta két ország. Varsóból Lucia Simanovska jelentkezik. Jó reggelt kívánok! Mikor indulhat a gyártás? Jó reggelt kívánok! A technológia átadásáról is, a lengyelországi tesztsorozatról szóló szerződés az együttműködés első fázisára vonatkozik. A Lucs város melletti biotechnológiai cég és a Novavax közötti szerződés értelmében most hétfőn bejelentették, hogy már megkezdődtek az előkészületek a hatóanyag gyártására a tesztsorozat keretében. És ezt az első fázist az év közepén tervezik befejezni. Amennyiben ez sikeres lesz, akkor a cégnek kilátása van arra, hogy a Novavax-szal új szerződést köt már a kereskedelmi gyártásra. De ennek a további gyártásnak a sorsa és a mennyisége, ez éppen a következő szerződéseknek a tárgya lehet. Egyébként mennyire befolyásolta a döntésben Lengyelországot az, hogy az uniós oltóanyagszállítmányok akadoznak? Lengyelországban is az utóbbi hetekben valóban tapasztalták a már bejegyzett gyártóknak a szállítmányainak az ingadozását. Csúszással érkeztek kisebb mennyiségben, mint előre meg volt beszélve. Csütörtökön beszélt Mateusz Morawiecki több más uniós kormányfővel együtt Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel, és próbáltak újból nyomat gyakorolni arra, hogy rendszeresebbé váljanak a szállítmányok. Tegnap Mateusz Morawiecki közölte, amennyiben növelnének a szállítmányokat a gyártók, akkor Lengyelország akár 10 millió embert is be tudna oltani egy hónap alatt. Most a Novavax vakcinája ezen a helyzeten egyelőre még sem változtat, mert nem a legközelebbi hetek problémáit oldja meg. Talán valamennyire javíthatja a helyzetet az, hogy a Johnson & Johnson vakcináját is engedélyezte az Európai Bizottság, és elég nagy szállítmányok várhatók Lengyelországba. Ettől függetlenül az előző hetekben Lengyelország próbált közvetlenül a gyártókkal, ezen kívül a kínai gyártókkal is tárgyalni, illetve a kínaiakkal kormányközi szinten zajlanak egyeztetések, beszámolók szerint, de ezek csak előzetesek, mert a lengyel egészségügyi miniszter közölte, hogy amíg nincs engedélyezve európai szinten a kínai vakcina, illetve kínai vakcinát, addig nem fogják forgalmazni Lengyelországban. Egy dologról még beszéljünk mindenképpen. Sok más országhoz hasonlóan, ugye Lengyelországban is fokozódik a fertőzés terjedése. A kórházak bírják-e még a terhelést? A kórházak bírják, bár betelnek egyre jobban. Tegnap több mint 19 ezer COVID-beteget kezeltek már lengyelországi kórházakban, ami 3000-el több, mint előző héten, és viszonylag sokan vannak lélegeztetőgépen is. A kórházak jelenlegi kapacitása az mintegy 70%-ban megtelt, de a kapacitásokat folyamatosan bővítik. Lucia Simanovskának Varsóból nagyon szépen köszönjük.